Sziasztok, újra itt vagyok, és egy új videóval jelentkezem a csatornán. Ez pedig szintén egy kirándulós videó lesz. Sátéva városát látogatjuk meg, és az ott található várat. Úgyhogy, ha szeretitek a történelmi helyeket, illetve a várakat, és a gyönyörű kisvárosokat, akkor nézzétek meg ezt a videót. Az első dolog, amiről szeretnék nektek beszélni a várossal kapcsolatban, az az, hogy hogyan is lehet odajutni. Lehet szintén autót bérelni, ahogy azt a múltkori videóban láthattátok, viszont most nem autót béreltem, hanem vonattal utaztam el a városba, ugyanis ez a legolcsóbb és szerintem a legegyszerűbb módja annak, hogy eljuthassunk ebbe a kisvárosba, ugyanis ez nincs olyan messze Valenciától, ez vonattal körülbelül 50 perc volt nagyjából, nagyon rendezett volt a vonat, tehát tényleg nem egy országos vonatról van szó, tehát nem egy ilyen csúcs szuper, nem tudom milyen gyors vonatról van szó, hanem egy ilyen normális kis városi vonatról, de ahhoz képest szerintem szuper rendezett volt az egész. Megveszed a jegyedet, és zónákra vannak felosztva így a városok, vagy hát így a környék, és minél távolabb mész, annál drágább jegyet kell venned. A jegy körülbelül kicsivel több mint 4 euróba került oda, és ugye ugyanennyi vissza. Kapuk vannak itt is, mint a metrónál, tehát bedugod a kis kártyádat, és akkor kinyitja neked a rendszer a kaput, és akkor már tudsz is menni a vágányokhoz. Szóval nekem nagyon tetszik ez a kiépített rendszer, mondom, nagyon szép rendezett vonatokról van szó, és egyszerű közlekedés, 50 perc, aztán már ott is vagy. Ja, és ami a legjobb, hogy nem késnek a vonatok. Kisváros szerintem gyönyörű, tényleg olyan igazi kis mediterrán jellegű, szűk kis utcácskák, gyönyörű erkélyes házak, rengeteg növény, gyönyörű parkok, szökőkutak, tömkelege, tényleg mindenhonnan csobog valami víz, és remek volt az idő, úgyhogy ez még egy így pluszban remek volt az egész. Nagyon kedvesek az emberek, és nagyon felszabadultak, tehát igaz, hétvége volt, de tényleg rengetegen voltak a városban, főleg idősebbek, mindenki kávézgatott, sétálgatott, beszélgettek, szóval, hogy így az embernek így kedve van ahhoz, hogy ő is ugyanezt tegye, és kikapcsolódjon, mert látja azt, hogy mennyire jól érzik magukat itt a helyiek. We'll be right back.
felé tartó út, már mint a vár felé tartó út, az hát nem volt annyira megerőltető és hosszú, a vége az kicsit nehézkesebb volt már, több út is megy fel a várba, úgyhogy lehet választani, hogy melyiken indulsz el, és közben is sok érdekességgel találkozhatsz, mert mint a felfelé tartó út során is vannak még ilyen történelmi jellegzetességek, mindenhol ki van táblázva, és sok-sok információt el lehet olvasni ezekről a dolgokról. Sziasztok! Éppen félúton vagyok a vár felé. Még elég sok van vissza, és elég meredek, úgyhogy szurkoljatok. És nem nagyon látjátok ugyan a kilátást még innen, de föntről ígérem, hogy sokkal szebb lesz. Menjünk tovább! És természetesen akkor jöttem rá, hogy működik egy kis vasút, ami felvisz a várba, amikor már felértem a várba. Igen. Szóval, hogyha majd mentek, akkor választhattok, hogy felgyalogoltok, vagy igénybe veszitek ezt a kisvasutas szolgáltatást. Tudva azt, hogy működik ez a kisvasút, nem biztos, hogy ha megint mennék, akkor ezt az opciót választanám, mert akkor lemaradnék azokról a dolgokról, amik tényleg érdekesek voltak. A felfelé tartó út során volt például egy gyönyörű templom, volt még egy templomszerűség, bár nem nagyon tudtam értelmezni, hogy ez milyen épület volt. Volt egy olyan épület, amiben régen havat tároltak, és volt egy barlang is, ahol régebben oroszlánokat tartottak. Szóval az út odafelé kicsit szemerős volt már a végén, viszont nagyon szép volt közben a látvány. Felérve a várba, csodaszép látvány tárul elénk, mert tényleg a kilátás az egyszerűen leírhatatlan, főleg így napsütéses időben gyönyörű szép volt. A belépő az nem volt vészes, talán kicsit több mint 2 euró volt egy normál jegy. Kaptam egy prospektust is természetesen. A vár az 2 részből áll, van egy nagyobb rész, ahol több minden látványosság van, és arra kicsit több időt kell szánni, illetve van egy alsó rész, egy alsó vár, ahol igazából nincsen olyan sok minden, tehát az nagyjából fél óra alatt bejárható. Vannak ágyúk, van egy csomó szökőkút, tehát itt is rengeteg víz folyik, minél magasabbra mész, ugye annál szebb a kilátás. Rengetegen voltak, mert ugye hétvége volt, és volt egy olyan rész, ami kifejezetten ilyen kis kajálós, piknikezős rész. Gyönyörű virágzó fák tövében el tudod fogyasztani a kis szendvicset, amit hoztál magaddal, jobb esetben. Ugyan van egy kávézó, ahol esetleg tudsz venni magadnak kaját vagy kávét, de szerintem sokkal jobb hangulata van annak, amikor felérsz, és akkor elfogyasztod a kis szendvicset, amit hoztál magaddal. Nagyon kultúrált a mosdó, tehát mosdó is van. És azt tetszik még ebben a várban, hogy nincs egy kimondott várfal, ami így körbeveszi az egészet, hanem vannak olyan részek, ahol akár esetleg le is zúdulhatsz így a domboldalon, tehát azért vigyázni kell, hogy hova lépsz, meg hogy lépsz, de igazából ez olyan kis hadregényes hatást is ad az egésznek, ami nekem különösen tetszik.
nagyjából ennyit szeretem volna elmondani nektek erről a várról, illetve a kisvárosról. Tényleg azt ajánlom, hogy nézzétek meg, hogyha errefelé jártok, és van rá lehetőségetek, és szeretnétek kirándulni egyet a környéken, mert jó kis túraútvonal, és tényleg csodálatos időtöltés ez a vár. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ne felejtsetek el feliratkozni, illetve megnézni az előző videókat, és hogyha szeretnétek még hasonló videókat látni, akkor lájkoljatok és kommenteljetek. Találkozunk a következő videóban, addig is sziasztok!